Regeneratív medicinák. Hát az biztos, hogy a postaládánkból kiderül, hogy ez az egyik legérdekesebb műsorblokkunk lehet, rengeteg kérdés érkezik hozzánk, és úgy döntöttünk, hogy ebből is csinálunk most egy olyan műsort, amikor az önök kérdéseire válaszolunk, és remélem, hogy ez persze sokaknak tanulság is lesz. Mi olyan kérdéseket, vagy olyan jellemző kéréseket választottunk ki, amiből egyrészt sok volt, másrészt úgy érezzük, hogy tényleg hasznos elmondani, vagy még egyszer, vagy mert eddig még sose gondoltunk rá. Szeretettel köszöntöm Miskó József egészségnagykövetet, és örülök, hogy itt van. Én is köszöntelek, Glória, és külön a nézőket, hiszen 2019-ben ez az első találkozás így az éteren keresztül a rengeteg felhasználóval, illetve érdeklődővel. És akkor vágjunk is bele, mert levél az sok van. Első levelünk Kis Jenőtől jött Budapestről. Kedves te a Glóriával, az Őssejtes műsorát láttam félig. Na hát itt azért el kell mondjam, hogy tényleg nagyon sokan vannak úgy, hogy látnak egy műsorból egy kicsi részt, és aztán ezt nem biztos, hogy értik. Én arra kérek mindenkit ennek a levélnek a kapcsán, hogy nézzék meg az ismétléseinket is. Az nem baj, ha a szerdai főadásról lemarad, de csütörtökön 13:30-kor, szombaton 18 órakor, vasárnap reggel 8-kor megnézheti még egyszer, és akkor talán kevesebb kérdést kell föltenni. Tehát azt mondja, hogy láttam félig a műsort, a fő kérdésem, hogy mire hat a készítmény, melyik szervemre? És hát emellett még persze dicsértem műsorunkat, ami jól esik, de hát ez a kérdés, hogy hova hat a készítmény? Sokakba felmerül, mert ez egy teljesen új fajta módszer, ugyanis az ősejtekről már ugye nagyon régóta beszélnek a tudósok, a gyakorlati gyógyításban is szerepet kapott már, hiszen tudjuk azt, hogy ősejt beültetéssel, vagy ugye az utóbbi időben azt mondják, hogy le kell venni a köldökzsinór vért, azt eltenni, és későbbiekben probléma esetén, baj esetén, az segít a szervezet egyensúlyának a visszaállításában. Az ősejtjeink gyakorlatilag bennünk vannak, de van egy olyan biológiai folyamat, hogy 25 éves korunkig az emberi szervezet az a funkcionális ősejtekből épül újra és újra. Van egy segédanyag, hogy úgy mondjam, ezt úgy nevezték el a tudósok, hogy FGF2-es növekedési faktor, ami 25 éves korunk után nem áll rendelkezésére a szervezetünknek. A szervezet működése nem áll meg, hanem tovább folytatódik, hiszen élünk sokáig még, de viszont már a jó működése kerül veszélybe. Miért? Mert a szervezetet nem a funkcionális ősejtek kezdik újra megújítani, hanem éppenséggel az előző sejtek. Na most, 1929-ben dr. John Davidson, egy kanadai tudós, tojáskutatásokat végzett, és rájött arra, hogy a 9. napon történik egy csoda a tojásba. Ez elindítja azt a fejlődést, aminek a vége tudjuk, hogy egy kis csibe lesz. Ezt megtalálva elkezdte kivonni, használni az embereknél ezt a növekedési faktort, ezt az aminósavat, és észrevette, hogy ennek hatására a szervezetben újra munkába állnak az éppen szunnyadó, nem dolgozó funkcionális ősejtjeink. Na most innétől kezdve nagyon egyszerű a válasz, hogyha az ősejtek építik fel az embert, akkor nincs az a területe a szervezetünknek, amelybe újra ne fogna egy új építésbe, az a módszer, amit úgy neveztek el, hogy regeneratív medicina módszer. És akkor a kedves nézőnek mit mondhatunk akkor tulajdonképpen, melyik szervünkre hat? A kedves kérdezőnek azt tudom válaszolni, hogy minden szervünkre hat ez a készítmény és ez a módszer. Tehát gyakorlatilag a kicsit gyengélkedőket rendbe rakja, a pedig jól működő területeket még jobbá teszi. Kedves Jenő, remélem, hogy megfelelt így a válasz. Talán, ha most látta először egyben a műsort, akkor még több információhoz is jutott. Nézzünk egy következő levelet. Kosárkáné Máriától kaptuk.
Tisztelt egészség nagykövet úr! Én már túl vagyok egy kis flakonon, és tényleg egyre jobban érzem azóta magam, de nem tudom, hogy most mit tegyek. Hány flakont kell ebből szedni, vagy kúraszerűen kell lesz szedni? Természetesen részleteket olvasok a levélből. Igen, hát ez nagyon sokszor felvetődik, mert egy picit gondolkodás és szokásmódot célszerű változtatni. Ugye ez azért, hogy regeneratív medicina módszer. Ha valakinél egy krónikus betegséget diagnosztizálnak, ugye magas vérnyomás, cukorbetegség, autoimmun betegség vagy allergia, aszma, akkor kapásból elfogadja, hogy igenis, hát élete végéig valamilyen segítő készítményeket, ezt úgynevezünk gyógyszerkészítményt kell szedni. Tehát itt a hangsúly azon, hogy elfogadja, beletörődik. Itt ennél a módszernél is pont ez a lényeg, hogy mivel 25 éves korunkig áll rendelkezésre a szervezetünknek a megfelelő aminósav, hogy mindig új eredeti sejtjeink kerüljenek a lejártak helyébe, ezért én csak azt tudom mondani, hogy itt a kúrának nincs igazából létjogosultsága. Tehát ezt nyugodtan tudom mondani, hogy természetesen célszerű minden nap megújítani a sejtjeinket, és hát csak addig, amíg létezünk. Hát igen, senki nem kérdezi meg soha, hogy és testvérem, meddig kell ebédelni, ameddig élünk. Igen, így van, és ezt is addig célszerű folytatni, hiszen a naponta akkor tudnak megújulni a funkcionális ősejtek, illetve munkába állni, hogyha az úgynevezett hívó anyag, az minden nap rendelkezésre áll a szervezetünknek. Köszönjük szépen, és akkor nézzük a következőt. Tisztelt Miskó József úr, ugye ez teljesen változó, hogy kit címeznek a kedves nézők. Úgy érzem, nekem nagyon kellene az a módszer, amit bemutat adásról adásra, különösen a sejt felébresztő. Nagyon tetszett az a hatás, amit az idős úrnál elért, de már így is sok gyógyszert szedek. Gyógyszerek mellett is szedhető ez? Valószínűleg a kedves hölgy krónikus betegségre szed gyógyszereket, ami az előbb említettem, ugye, hogy beleprogramozzák az emberekbe, hogy élete végéig, mint hogyha nem lenne más megoldás és lehetőség, hogy újra visszaállítható a szervezet jó működése. Ezzel a módszerrel részben, vagy akár teljesen is visszaállítható, ez függ attól, hogy mennyire akut az eset már, a szervezet jó működése. És igen, az első időszakban nyugodtan lehet szedni a gyógyszerek mellett, hiszen ez nem hat a készítmények ellen, sőt, segíti adott esetben az egész módszer, komplex módszer, hogy jobban működjenek a gyógyszerek. Itt mi a tapasztalat? Az a tapasztalat, hogyha a szervezet jobban kezd el egy kicsit működni, hiszen mindig új, eredeti funkcionális ősejtek lépnek a kevésbé jól működők helyébe, így a szervezet önmaga képes újra a funkciók nagy részét biztosítani a szervezet jó működése számára. És így csökkenteni lehet azokat a készítményeket, amelyek a mostani funkció fenntartását biztosítják. Tehát magyarul adott esetben le lehet felezni, harmadolni az egyéb úgynevezett gyógyszerkészítményeket, vagy, mint mondtam, hosszú évek után a szervezet annyira rehabilitálódik, hogy talán még arról is meglepő lehet, hogy nincs szükség folyamatos segédkészítmények szedésére. Na most, kedves Mária, figyeljen egy picit, mert én most már ön helyett is kérdezek, hogy, de gondolom a kérdés alapvetően arra szólt, hogy van-e olyan gyógyszer, ami mellett ezt nem lehet bevenni? Tehát kizáró tényező. Igen, nem tudunk róla jelen pillanatban. A kutatási eredményeknél sem volt kontraindikáció jelen pillanatban, illetve, bocsánat, egy eset van, amikor valaki nagyon súlyos rákos beteg, és éppen sugár vagy kemoterápia alatt van, az idő alatt nem célszerű szedni. A kemoterápia után 3-4 héttel viszont szép lassan elkezdheti a készítmény szedését, hiszen itt mi a lényeg?
hogy ne térjen vissza a probléma. Tehát ez elsősorban egy prevenciós készítménycsalád, másodszorban egy rehabilitációs készítménycsalád, és hát utolsó sorban ugye segít egy kicsit a kuráció területén is, ha nem éppen ilyen esetről van szó. Tehát akkor szívgyógyszerek, mit szoktunk sokat szedni, cukorgyógyszerek, ezek nem kizáró tényezők, sőt, akár lehet egy jobb állapot, hogy fele annyi gyógyszert kell csak későbbiekben. Igen, valamilyen szinten csökkentheti, elhagyható valamilyen szinten ezeknél a gyógyszereknél a mennyiség, vagy a dózis csökkenthető. Hát köszönjük szépen, és akkor kedves Mária, talán még így a pótkérdésekkel egyértelműbbé tettünk mindent, és akkor van még egy Szekeresné Budapestről kérdezi, hogy hogyan tudom érzékelni, az egész levélnek ez volt a lényege, hogyan tudom érzékelni, hogy használ a készítmény, érzek-e valami hatást? Na hát ez egy érdekes kérdés, mert ezt tulajdonképpen mindennél föl lehetne tenni, hogy valamit beveszek, honnan tudom, hogy használ? Igen, hát ez nagyon sok esetben egyből így kezdik, hogy mit fogok észrevenni. És én nyugodtan szoktam mondani, lehet, hogy semmit. Ugyanis ez nem tüneti kezelés, ez nem fájdalomcsillapító, ez nem gyulladáscsökkentő készítménycsalád, hanem elsősorban ugye beindítja a szervezet önregulációs és öngyógyító képességét. Ez az első dolog. Tehát, hogyha valakinek nagyon nagy fájdalmai vannak, azt nem biztos, hogy egyből érzékelhetően csökkenti. Ahogy a sejtek kezdenek újraépülni, csökken a probléma is, de ez idő. Amit viszont nagyon sokan elmondanak tapasztalatból, hogy például a közérzet, az energetikai állapot, lásd, ugye legutóbb itt volt a Misi bácsink, a maga 74 évével majdhogy nem, és ő is az energetikai változást vette észre első sorban, és sokkal később, hónapok múlva ugye a fájdalom csökkenést, vagy megszűnését. Tehát itt mindenkinek azt mondom, hogy ez egy lassú, türelmes folyamat. Értsük meg, hogy a szervezet ugyanolyan biológiai, fejlődési folyamatokon megy naponta keresztül, mint mikor megtermékenyítettünk, vagy megtörtént a megtermékenyítés, illetve ahogy elkezdett kialakulni az embrionális fejlődés. Tehát most is ugyanez a lassú folyamat játszódik le a szervezetbe, és ezen belül történik a rehabilitáció. Nagyon szépen köszönöm, kedves József, és akkor még talán Heilinger úr levele belefér ebbe az adásba, aki azt mondja, hogy nagyon tetszik nekem a Miskó úr háromlábú széke. Ilyen bútorom még nincs. Na jó, félre a tréfát, a kérdésem, hogy azt a háromlábú dolgot egyszerre kell elkezdeni szedni, vagy egymás után, vagy hogy is van ez? Hát a háromlábú székkel valószínűleg a három fő rendszerünkre utal, a feldolgozó emésztési rendszerünkre, a keringési kardiovaszkulális rendszerünkre és a sejtjeinkre a kérdező. Célszerű mind a hármat egyszerre elkezdeni. Miért? Mert mindegyik egy kicsit gyenge állapotban van, még akkor is, hogyha nincs tünet, nem érezzük, de tudnunk kell azt, hogy az őssejt aktivitás 25 éves kortól szűnik meg, az enzim háztartás csökkenése 25-30 éves kortól, és hát ennek hatására ugye szép lassan az érrendszerünk is elmerevedik, megjelenek a sejtmembrán gyulladások, és nagyon fontos ezeknek a karbantartása, rendbetétele. Miért? Mert az első és nagyon fontos dolog a mikrobiom rendbetétele és az enzim háztartás feltöltése. Ugyanis az enzimháztartás nélkül nincsenek jó kémiai folyamatok a szervezetünkbe, ezért kevésbé bontottan kerül az élelmiszer be abban a rendszerben, ami eljuttatja a sejtekhez. A sejteknél például az omega-6, omega-3 arány felborulása, sejt merevsége, sejt gyulladást idéz elő, ami nem engedi, hogy a sejtekbe lévő káros anyagok vagy toxikus anyagok távozzanak. Mit értek ez alatt? Hogyha elkezdjük rendbe rakni az utakat, ami a házig vezet, de a házon az ajtó már berosdásodott, nem olyan lazán működik, mint egy lengő ajtó, akkor a hasznos anyag se jut be, és az ártalmas anyag se jut ki. Ez gyulladásokat, leépüléseket és nagyon sokféle krónikus betegség kialakulását eredményezi. Tehát ezért célszerű mind a hármat elkezdeni,
mert az elsővel segítjük a mikrobiom felépítését, az enzimháztartás feltöltését, a harmadik készít, a másodikkal ugye a gyulladásuk csökkenését, a lengő ajtó megolajozását, hogy könnyen működjön, és természetesen a harmadikkal pedig azt, hogyha elhasználódott az elem a házon, eredetire tudjuk cserélni. Tehát így működik jól az emberi szervezet. Hát nagyon szépen köszönöm, és továbbra is várjuk az önök leveleit, hiszen ebből mi is tanulunk, hogy mennyi jutott át önökhöz, vagy mi érdekli igazán önöket. Egy biztos, hogy amit most még elmondunk, az biztos, hogy nagyon, hiszen február elején vagyunk, és kíváncsiak vagyunk, hogy hol lesznek ilyen fiatalodó klubjai ebben a hónapban. Igen, nagyon sok helyen várjuk a kíváncsiakat, így például szombaton 9-én Gyöngyösen a Mátra Művelődési Házban 9 órától 16 óráig egészségnap keretében ott leszek, és lehet velem találkozni. 11-e hétfő, ez egy kisebb település város Szolnok megyében, Besenyőszög, Műfházban 17 óra 30, tehát 17:30-kor szólnak, és környékieknek felhívom a figyelmét, hogy első találkozó lehet ezzel a módszerrel. 15-én pénteken Debrecenben, Harmónia Ház új helyen, Arany János utca 2 este 6 óra, 19-e kedd Baja este 6 óra megszokott malométterem, szerdán Budapesten 6 órakor a 7. kerület István út 14 alatt szintén találkozó, és 25-én hétfőn Békés Csabán este 6 órakor Napkelet egészségközpont Andrássy út 51 szám alatt jelenleg ez a február, de ez még változhat, úgyhogy keressék a honlapot, illetve telefonon a frissítés miatt. Már most felhívom a kedves nézők és érdeklődött figyelmét egy márciusi programra, mégpedig március 20-án dr. Seffer István professzor úr délelőtt 10:30-tól tart egy nagyon érdekes előadást, mégpedig a címe az, hogy az őssejtekben rejlő gyógyító potenciál. A részletekről a látható honlapon bővebben tudunk információt szolgáltatni. Hát nagyon szépen köszönjük, kedves Miskó úr, természetesen minden fajta találkozóról, megjelenésről továbbra is hírt adunk, és egy hónap múlva újból jelentkezik műsorblokkunk.